Elindul a non-doktori képzés, 35-en kezdik el tanulmányaikat az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló mesterképzésben. Jubileum 15 éve működik itthon a Plátó program, amely többek között a kis és közepes vállalkozások üzleti partner kapcsolatait erősíti és szélesíti. Vadveszély. Ősszel, szarvasbőgés idején egyre több balesetet okoznak az erdőből kiugró őzek, szarvasok és apró vadak. Harmincöten kezdik el tanulmányaikat az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló mesterképzésben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A mai tanévnyitón elhangzott, a képzéssel csökkenthető az ápolás területén fellépő munkaerőhiány, a betegbiztonságot is növeli az ápolók magasabb szintű szaktudása, valamint a kórházi és háziorvosi ellátás túlterheltségén is enyhítenének a kibővített kompetenciával rendelkező szakápolók. Ők az első hallgatók az országos szinten is újonnan induló ápolás mesterképzésben. Az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló képzésre 35-en kerültek be a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Ez egy másfél éves képzés. Az ápolók jöhetnek be egyrészt elsősorban, aki ápoló alapvégzettséggel rendelkezik, illetve a sürgősségi szakápoló specializációra mentőtisztek is jelentkezhetnek. 6 specializáció közül választhatnak az ápolók az új képzésben. Itt a Nyíregyházi karon ebből 3 a közösségi, a geriátriai és a sürgőségi szakápolási területen tanulhatnak. A nappal is hallgatóknak 1440 órát kell teljesíteniük. Tanulmányaikat a kormány ösztöndíjjal támogatja. A szeptemberben induló non-doktori képzést hosszas előkészítés előzte meg, amivel új fejezet kezdődik el az ápolás területén, hangzott el a tanévnyitón. Az a cél, hogy minél több ápolót felsőfokú és speciális szaktudáshoz juttassanak, így az okleveles ápolók az orvosokról jelentős terhet vehetnek le. Külföldi tapasztalatok azt igazolják, hogy ahol szakképzett ápolók dolgoznak a klinikumban és a családorvosok mellett, ott több idő jut a betegre, illetve magasabb az egészségügyi szolgáltatás színvonala is. Ha csak az alapellátásra gondolunk, ugye ma Magyarországon 5500 háziorvosi praxis van, amelynek kapcsán ugye a 60 év feletti háziorvosok aránya 40%, ami azt vetíti előre, hogy itt néhány éven belül nem csak néhány száz településnek lesz ellátandó problémája, hanem ezes nagyságrendről beszélünk. Tehát ennek a szakembernek óriási szerepe és felelőssége lesz egyrészt az alapellátási területen, másrészt pedig azokon a sürgősségi osztályokon, ahol igyekeznek a hiány szakmák más területeken a sürgősségi orvos munkáját kiegészíteni és őt támogatni. Itthon évente 500 ápoló megy külföldre, és 2014 óta 26 ezer ápolóval kevesebb tanul vagy dolgozik ebben a szakmában. A kiterjesztett hatáskörű ápolóképzéssel speciális területeken lehet munkába állni, leghamarabb 2019-től, ezért vonzóbb lehet a szakma. A non-doktori képzéssel az orvos partnere lesz a szakápoló. Önállóan végezhet diagnosztikus eljárásokat, irányíthatja például a magas vérnyomásos vagy cukorbetegek terápiáját, orvosi konzultáció után, és hogy milyen feladatok tartoznak majd a hatásköri listához, ezen jelenleg is dolgoznak a szakmai kollégiumok. 15 éve működik itthon a Plátó program, amely többek között a kis és közepes vállalkozások üzleti partner kapcsolatait erősít és szélesíti. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elsők között csatlakozott a programhoz, hangzott el ma a jubileumi találkozón. A rendezvényen a vállalkozások digitalizációs fejlesztési lehetőségeiről is szóltak, valamint szó volt arról is, hogy pályázhatnak a cégek dolgozói képzésére is. Erre egy 19 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. A hazai GDP felét a kis és közepes vállalkozások termelik, ebben a szektorban dolgozik a foglalkoztatottak 70%-a. Az exportnak viszont csak a 30%-át teljesítik a KKV-k, kezdte előadását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára Nyíregyházán. A mikro, kis és közepes vállalkozások alultőkésítettek fejlesztéseikhez, külső forrásra van szükségük, és sok mindenben, például a dolgozóik szakképzettségének növelésében, valamint a
digitalizációban is alulmaradnak más európai uniós országokkal szemben. A kamarai hálózat olyan, főként uniós fejlesztési források lehívásában és programok megvalósításában segíti a vállalkozásokat, amellyel jelentősen előreléphetnek ezeken a területeken is a magyar cégek. A digitális technológiák fejlesztése versenyelőnyökkel jár, a vállalkozások növelhetik termelékenységüket az infokommunikációs rendszerek kiépítésével. Két éve folyik ez a program, és több mint 10 000 vállalkozás sikerült vele elérni, és több mint 3 000 vállalkozás beminősíteni úgynevezett digitálisan felkészült vállalkozásra, ami azt is jelenti, hogy annak a másik programnak a keretében, amire ez tulajdonképpen ráhord, és amelynek keretében a kisvállalkozások forrásokhoz juthatnak digitális technológiák megvásárlásához, alkalmazásához, 5%-kal nagyobb állami támogatást vehetnek igénybe, mint azok, akik nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Egy másik 19 milliárd forintos keretet dolgozóik képzésére költhetik a KKV-k. Van egy 19 milliárdos pályázati lehetőség, ahol a saját dolgozók képzésére majd a kisvállalkozások forrást vehetnek igénybe. És a harmadik az egy vállalkozói mentorálási program, ahol gyakorlatilag pénzügyi szemléletformálás, illetve a beszállítóvá válás és a kisvállalkozások nemzetközi ésítése a cél. Erre mintegy 3,3 milliárd forint áll rendelkezésünkre. Flamand mintára és támogatással 15 évvel ezelőtt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kamara indította el itthon a Plátó programot. A Plátó hálózat segíti a vállalkozásokat üzleti kapcsolataik szélesítésében, tapasztalatcserére adnak lehetőséget. A kis és középvállalkozásokat egy speciális módon segíti, ami azt jelenti, hogy kötetlen formában próbálunk tapasztalatcserét, képzéseket biztosítani számukra. Tehát a mai nap sem egy hagyományos konferencia jellegű lesz, hanem az a lényege, hogy szinte barátként találkoznak itt egymással a vállalkozók, és sokkal bizalmasabban tudják megosztani az üzletükre vonatkozó információkat, illetve a problémáikat, mint egy más adott programban. A jubileumi találkozón elhangzott itthon 10 megyei kamarában működik a Plátó program, és már a szomszédos, határon túli kamarák is csatlakoztak a Plátóhoz. Egyre több a vadak által okozott közúti balesetek száma. Ősszel szarvasbőgés idején fokozott veszélyt jelentenek az autósokra az erdőből kiugró őzek, szarvasok és apró vadak. Ezért érdemes a hajnali, valamint az esti órákban óvatosabban vezetni, és felkészülni az esetleges balesetek elkerülésére. A gímszarvas kifejlett bikái nász idején, szeptemberben sötétedés után bőgéssel hívják fel magukra a tehenek figyelmét. A háremüket őrző hímek riválisaik elriasztása, erejük fitoktatása céljából is bőghetnek. Ilyenkor gyakrabban tűnnek elő az erdők mélyéről, zavarják meg az autós forgalmat, és sokszor túl közel kerülnek a gépjárművekhez, ami a vad pusztulását is jelentheti. Ilyenkor az autósnak értesítenie kell a hatóságot. Tudni kell, hogy a vad ugye az a állami tulajdon, amit a vadásztársaságok kezelnek, akkor, hogyha elütünk egy vadat, az nem a miénk, el nem vihetjük, és nyilván célszerű azonnal a rendőrnek szólni, a rendőr fogja értesíteni a területek illetékes hivatásos vadász, aki kimegy, szemrevételezi, a vadat nyilván ő fogja elvinni, ő rendezi annak a további sorsát, a rendőr pedig a szükséges dolgokat megírja, és akkor az autóvezető is nyugodt szívvel lehet, hogy rendeződnek a dolgai, illetve semmi olyat nem tett, ami jogellenes lenne. Érdemes körültekintően vezetni azokon a szakaszokon, ahol vad jelenlétére kresztáblák is felhívják a figyelmet. A szarvasok, őzek és vaddisznók mellett az apró vadakkal is vigyázni kell. Sokat segít, ha észrevesszük a villanó szempárt az út szélén, és csökkentjük az autó sebességét. Mindig mérlegeljük az út és látási viszonyokat. Sokszor célszerűbb, főleg egy apró vadnál, bár a sebesség csökkentését mondtam, ez nem biztos, hogy hirtelen csökkentéssel érhető el, hiszen egy esős, ködös, nyírkos úton, ha egy hirtelen fékezés, mondjuk egy fácán vagy egy vadnyó miatt megtörténik, lehet, hogy egy kis káreseményben egy nagyot csinálunk, hiszen a zárokba borulunk, és úgy sokkal súlyosabb sérülést fogunk szenvedni, hiszen nem maga a vaddal való ütközés lesz az, ami a baleset következményét adja, hanem csak folyamánya az, hogy árokba borulunk, fának ütközünk, és így fogunk megsérülni. Az óvatos vezetés ellenére is előfordulhat ütközés. Az autóban keletkezett kár nagysága több 100 000 forint is lehet. A biztosítók már ilyen esetre is kínálnak megoldást.
Vadak által okozott károk számra sajnos évről évre nő. Azt szoktuk javasolni a kötelező biztosítással rendelkező ügyfeleknek, hogy kössenek a gépjárművük mellé, tehát a kötelező mellé mindenféleképpen egy kaszkó biztosítást, illetve most már kiegészítő közül is lehet választani a vadkár biztosítást. Nagyon olcsó ez a módozat, és megfelelő biztosítási védelmet nyújt akkor, hogyha egy vaddal ütközik az autós. Elég nagy károk szoktak keletkezni, tehát elég, hogyha egy lökhárító sérül, vagy akár a szélvédő, több százezer és sokat ezeknek a károknak a száma. Ezért érdemes felkészülni a baleset veszélyre, viszont van lehetőség tréningezni is. Az úgynevezett rénszarvas teszt segít a hirtelen kormánymozdulat gyakorlásában, amely a gyalogos gázolás elkerülésében is fontos szerepet játszik. Erre vannak vezetéstechnikai pályák is, és egy tanfolyamon szakoktató vezetésével el lehet sajátítani a fogásokat. A harmadik leggyakoribb halálok a stroke, hangzott el a Szívvilágnapja sajtótájékoztatóján. A rendezvény vasárnap már második alkalommal csatlakozik a Tirpák Fesztiválhoz. Célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a szűrések és az egészséges táplálkozás fontosságára. Sültalma és csirkemelt csíkok saláta ágyon. Ilyen egészséges ételeket is kóstolhatnak majd vasárnap Nyíregyházán. A Szívvilágnapi rendezvény idén is csatlakozik a Tirpák Fesztiválhoz. A szűrővizsgálatok mellett ezért a szívbarát táplálkozásra is szeretnék felhívni a figyelmet. A kiemelt üzenete az, hogy élj a szíved szerint, ez egy kampányüzenet tulajdonképpen, amiben arra szeretnénk felhívni a résztvevők, a lakosság figyelmét, hogy mennyire fontos az egészségtudatosság, mennyire fontos az egészség magatartás és mennyire fontos a megelőzés. Évente 1700 katéterezést végeznek el a Józsa András Oktatókórházban. Ebből 700 az infarktusban végzett beavatkozások száma. A felmérések szerint az ér sikeres megnyitásával a halálozások számát a felére csökkenthetik. A halálozási arány további javítását a kórház előtti és az infarktus utáni szakasz hatékonyabb kezelésével, a betegek jobb együttműködésével lehetne segíteni. A betegek 50%-a túlsúlyos, 25-30%-uk pedig diabéteses. Ez csak néhány a kiemelt kockázati tényezők közül. A nem időben elvégzett szűrések és kezelések miatt a stroke a harmadik leggyakoribb halálozási ok, de a felnőtt kori rokkantság is ezzel magyarázható a leggyakrabban. Van egy fejlesztési elképzelésünk, ez még a tervezés fázisában van. Az invazív kardiológiai laborunkat szeretnénk fejleszteni, ahol ugye a megye egész területének napi 24 órában történő szívinfarktus ellátása zajlik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól működő, nagyon korszerű labor most is, de azzal az eszközzel, amit a stentek beültetéséhez használnak az invazív kardiológusaink, ennek az eszköznek a fejlesztésével szakmailag, minőségileg még előrébb tudunk majd kerülni. A kórházaknak már nem csak a gyógyítás a feladata, fontos, hogy tájékoztassák a lakosságot a megelőzés lehetőségeiről, és akár már gyermekkorban megfelelő oktatásban részesítsék a fiatalokat. A Szívvilágnapján éppen ezért a prevencióra is nagy hangsúlyt helyeznek a szervezők, és a legfontosabb szűrővizsgálatokat a Kossuth téren is elvégzik majd. Idén ősszel folytatódik a Költők egymás közt című sorozat, hogy kikkel találkozhatunk majd arról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Hazai pályán a BKG Prima Ese második csapata ellen kezdi a bajnokságot, a férfi kosárlabda MB2-ben a Sunshine Nyikse, a cél az első négy hely valamelyikének megszerzése a keleti csoportban. A gyengében sikerült Európa-bajnokság után a Minszki világbajnokságon bronzérmet szerzett Kulcsár Dávid, így a nyíregyházi erőemelő sikeres szezon tudhat maga mögött. Szimcsina Mihály tanítványa jövőre az egyetemisták világbajnokságán és az Európa-bajnokságon is a dobogó tetejét célozza meg. Idén ősszel folytatódik a Költők egymás közt című sorozat a Móricz Zsigmond megyei könyvtárban. Az esteken Kürti László, Máté Szalkai költő beszélget a kortárs irodalom kiemelkedő alakjaival. Szerdán Kis Judit Ágnes volt a vendég, aki mesélt magáról, megjelent köteteiről és verseiből is felolvasott. Kis Judit Ágnes magyar és drámaszakos tanár, első kötete 2006-ban jelent meg, Irgalmas vérnő címmel. Munkásságáért az elmúlt években Junior Parnassusi díjat, Mozgóvilág Nívó díjat és Artisius irodalmi díjat, 2012-ben pedig József Attila díjat kapott. Kürti László az érdeklődőknek elmondta, hogy a költőnő irodalmi indulása robbanásszerű volt.
Kis Judit Ágnes az esten mesélt arról, hogyan születnek a versei, elmondta, szerinte miért fontos a szerelem a versíráshoz, és arról is beszélt, hogy a művészet segít túlélni a nehézségeket. Nem érzi hátránynak a pályán, hogy nő és élvezi a nőiségét. Ez a műveiben is tükröződik. Készülőben van egy gyerekkönyvem, mert hogy én anyuka lettem, és azért ez Laci rá is kérdezett, hogy hogyan hat az írásaimra. Hát így, hogy a kislányomnak mondott mesék most meg is fognak jelenni. Van egy majdnem kész verses kötetem, amit igazából már csak szerkeszteni kell. Most jelent meg egy nagyobb méretű regényem a Könyvhétre, és valahogy annyira jó olvasói visszajelzéseket kaptam, hogy ez felbátorított arra, hogy a további próza ötleteimet is megpróbáljam megírni, úgyhogy van bőven tennivalom. Az elmúlt években az olvasók a Kürti László vezette rendezvénysorozaton találkozhattak többek között Térei Jánossal, Szabó T. Annával, Kemény Istvánnal, Jónás Tamással és Tóth Krisztinával is. A szerzők nem csak Nyíregyházán, hanem Máté Szalkán is részt vesznek beszélgetéseken, és az Esze Tamás Gimnázium rendhagyó irodalomóráin is. Én azt látom, hogy nálunk egy nagyon komoly ilyen értelmű szellemi műhely alakult ki. Nagyon tetszik az, hogy a kollégák és a vezetőség is teljesen pozitívan áll a dolgok mellé, és tudják fogadni és befogadni a kortárs irodalmat. A Költők egymás köt című sorozat novemberi vendége, a Magyar Írószövetség elnöke Szentmártoni János lesz, tavasszal pedig a tervek szerint Hály Jánossal és Lackfi Jánossal találkozhatnak majd az irodalombarátok a Móri Zsigmond megyei könyvtárban. Hazai pályán a BKG Prima Ese második csapata ellen kezdi a bajnokságot a férfi kosárlabda MB2-ben a Sunshine Nyikse. A Kovács Tibor által irányított együttesben játszik majd a profi pályafutását befejező Brane Savic is. A cél az első négy hely valamelyikének megszerzése a keleti csoportban. Harmadik NB2-es szezonjára készül a nyíregyházi kosárlabda csapat, amelyet továbbra is Kovács Tibor irányít. Az együttes augusztus közepén kezdte el a felkészülést a Bánki torna csarnokában. A játékos keretben voltak változások, néhányan távoztak, helyükre fiatalok érkeztek. A legnagyobb erősítés azonban a profi pályafutását befejező Brane Savic, aki nem csak a pályán, hanem azon kívül is segíti majd a csapatot. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy egy-egy játékosunk felvételt nyert az egyetemre. Itt azért két-három olyan játékos, aki tavaly jelentős szerepet játszott, szinte mindegyik kezdő játékos volt, illetve sok játékidőt töltött a pályán. Tisza Bálint, Balog András, illetve Csempész Balást emelhetném ki. Rájuk jelenállás szerint ebben a bajnokságban már nem számíthatunk. Ezúttal is köszönjük mindegyiküknek az eddig nyújtott segítségüket, jó munkájukat, és további sok sikert kívánunk a sportpályán, illetve a civil életben nekik. Van néhány új játékosunk, fiatal játékos. Egyrészt a tavalyi keretünkből azok a játékosok, akik kevesebb játék lehetőséghez jutottak, hozzánk kerültek, és most már úgy tűnik, hogy több játék lehetőségben, több játékpercben tudnak bizonyítani majd, illetve tanulmányi dolgok, munkai elfoglaltságok miatt hozzánk került Groska Ádám, Csirpák Patrik, hagyj ne hagyja ki az új játékosok közül senkit, és talán nem utolsó sorban, ami a szakmai munkában is meglátszik, azért Brane Savic, aki játékosként is, illetve szakmai munkában is nagyon jelentős szerepet nyújt. A Sunshine Nyikse a legutóbbi szezonban a harmadik helyet szerezte meg. Ezúttal a legjobb négy közé kerülés a cél, de az edző nem bánná, ha sikerülne előrébb lépniük a tavalyi bronzéremhez képest. Mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy saját csapatunk után várjuk meg az ellenfelek, hogyan állnak fel, milyen játékerőt fognak képviselni. Jelen információk szerint azért az idén is lesz 6-7 jelentős, MB2-es szinten jelentős játékerőt képviselő csapat. Ha összességében tekinthetem, talán nem erősödtünk annyit, mint amennyit veszítettünk a tavalyi évhez viszonyítva, de szeretnénk, én azt gondolom az első négy az egy reális cél legyen. Titokban és kimondva, kimondatlanul is többünkben megfogalmazott szeretnénk előrelépni. A bajnokság a jövő hétvégén rajtol, a Sunshine Nyikse pedig október 4-én lép majd pályára, akkor a BKG Prima Ese második csapatát fogadják Savicsék a Bánki csarnokában.
A gyengébben sikerült Európa-bajnokság után a Minszki világbajnokságon bronzérmet szerzett Kulcsár Dávid, így a nyíregyházi erőemelő sikeres szezont tudhat maga mögött. Szimcsina Mihály tanítványa jövőre az egyetemisták világbajnokságán és az Európa-bajnokságon is a dobogó tetejét célozza meg. A tavaszi Európa-bajnokság után még csalódott volt a nyíregyházi fiatalember, aki azonban úgy döntött, hogy plusz motivációt merít a vártnál gyengébb szereplésből. A Minszki világbajnokságon aztán kamatozott az elvégzett munka, Kulcsár Dávid felállhatott a dobogóra. 47 nemzet 800 versenyzője indult a klasszikus, segítő ruházat nélküli viadalon. Szimcsina Mihály tanítványa a juniorok között indult a 93 kg-os súlycsoportban, és összetettben a harmadik helyet szerezte meg. Nagyon sűrű volt a mezőny, főleg az első 6 helyezettnek tényleg 2,5 kilókon múltak az eredmények. Ott az utolsó előtti fogással sikerült bebiztosítani a bronzérmet, és akkor az ezüstéremért küzdöttem az utolsó fogással, de a kiakasztás pillanatában kiesett a kezemből sajnos a súly, és így maradtam a harmadik helyen. Az EB után ez egy óriási fejlődést mutattam, magamhoz képest is, meg az eddigi nemzetközi versenyekhez képest összetettben végre sikerült felállni a dobogóra. Ugye első világbajnokság volt, nagyon jó volt a más olyan nemzetiségű emberek ellen versenyezni, akik Kanadából, Japánból jöttek, tehát azt kell mondjam, hogy abszolút elégedett vagyok, és tényleg eredményes volt ez az év. Kulcsár Dávid továbbra is motivált, igaz, másként nem is lenne képes a sok-sok tonna megmozgatására. Maga ez az elszántság, hogy egyszer Európa vagy világbajnok legyek, az visz előre, mert ugye más, hogy is mondjam, tehát az anyagiak annyira nem érdekelnek a sportban, inkább a szeretete a sportnak az, hogy minden nap lejövünk a terembe, emelgetjük a súlyzókat, ez az egy dolog, ami úgy előre visz ebben, tehát igazából az, hogy egyszer Európa vagy világbajnok legyek. Ebben az évben már nem indul versenyen Kulcsár Dávid. A jövő évi világbajnokság Kanadában lesz, oda nem utazik el a fiatal erőemelő. Viszont a csehországi egyetemi világbajnokságon és a litvániai Európa-bajnokságon a dobogó tetejét célozza majd meg Szimcsina Mihály tanítványa. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 35-en kezdik el tanulmányaikat az úgynevezett kiterjesztett hatáskörű okleveles ápoló mesterképzésben a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. A mai tanévnyitón elhangzott, a képzéssel csökkenthető az ápolás területén fellépő munkaerőhiány, a betegbiztonságot is növeli az ápolók magasabb szintű szaktudása, valamint a kórházi és házi orvosi ellátás túlterheltségén is enyhítenének a kibővített kompetenciával rendelkező szakápolók. 15 éve működik itthon a Plátó program, amely többek között a kis és közepes vállalkozások üzleti partner kapcsolatait erősíti és szélesíti. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elsők között csatlakozott a programhoz, hangzott el ma a jubileumi találkozón. A rendezvényen a vállalkozások digitalizációs fejlesztési lehetőségeiről is szóltak, illetve arról is szó esett, hogy pályázhatnak a cégek dolgozói képzésére is. Erre egy 19 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Egyre több a vadak által okozott közúti balesetek száma. Ősszel, szarvasbőgés idején fokozott veszélyt jelentenek az autósokra az erdőből kiugró őzek, szarvasok és apró vadak. Ezért érdemes a hajnali, valamint az esti órákban óvatosabban vezetni és felkészülni az esetleges balesetek elkerülésére. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 21-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence fölé eleinte nagy nedvesség tartalmú, pénteken azonban már szárazabb, de továbbra is hűvös léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszaka jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor még több helyen előfordul. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran megnövekszik a felhőzet, de általában hosszabb, rövidebb napsütésre is számítani lehet.
Szorványosan előfordulhat eső, zápor. Az északnyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén és a jövő hét első napjaiban hazánk nagy részén erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Több helyütt számítani lehet esőre, záporra. Szerdától már csak szorványosan valószínű csapadék, a jövő hét második felében hosszabb napos időszakok lehetnek, és néhány fokkal melegszik a levegő.